Köszöntöm a világnézet hallgatóit és nézőit. Én Tamás Csilla vagyok, és itt van már velem a stúdióban Kis Rajmond, a Matthias Corvinus kollégium diplomáciai műhelyének vezetője. Itt köszöntök, szervusz! Szia, Csilla, köszönöm, hogy itt lehet. És reméljük már teljesen egészségesen. Ne válaszolja a kérdésre. <laughs> no, hát sok kérdés van ö, ismét a mai reggelen is. Ugye az elmúlt hét szintén aktív volt diplomáciai szempontból. Az EU csúcsról mindenképp beszélünk, és szerintem kezdjük is ezzel, ugye most ez foglalkoztatja talán leginkább a, a média szereplőit, és, és talán a hallgatókat is. Mi a benyomásod, véleményed erről a fura EU csúcsról? Nagyon fontos EU csúcson vagyunk túl. Korábbi adásokban már jeleztük a nézőinknek, hallgatóinknak, hogy december közepén várható egy nagyon fontos államfői, kormányfői találkozó Brüsszelben. Ezen túl vagyunk. Azt gondolom, hogy Magyarország következetesen képviselte az álláspontját. Ukrajna szempontjából pedig 26 tagállam már a végső döntés előtt úgy gondolta, hogy az adventre való tekintettel valószínű, de gesztusokat gyakorol, aminek nem akarok ünneprontó lenni, nagy jelentőséget nem szabad tulajdonítani. Körülbelül 70 tagállami, egyhangú politikai döntés szükséges ahhoz még innentől, ez egy elvi döntés volt, az Európai Tanács elvi döntése volt most, hogy támogatja Ukrajna Európai Uniós csatlakozását. Nem tudjuk, hogy hány év múlva indulnak meg igazából azok a tárgyalások, amik majd bevihetik Ukrajnát. Emlékezzünk vissza Magyarországnak a csatlakozási folyamata közel tíz évet vett igénybe. Egyelőre nagyon-nagyon kevés olyan feltétel van, aminek Ukrajna megfelel. Akár gazdaságilag, politikailag, jogilag is megfelelne Ukrajna. De hogyha béke lesz Ukrajnában, amit nagyon remélünk, hogy hamarosan tűzszünet és béke lesz, akkor is több év kell, mire Ukrajna sikerül úgy gazdaságilag, politikailag és a jogrendje, és a korrupció elleni harc is olyan eredményeket elérni, hogy valóban egy értékes tagja lehet ennek az Európai Uniós közösségnek. Ugye Orbán Viktor azért következetesen azt képviselte, hogy hogy vétózni fogunk, illetve ezt lehet, hogy nem mondta így ki, de hogy, hogy ő, ő megmondta, hogy nem fogja támogatni Ukrajna csatlakozását. Aztán ugye megtudtuk a miniszterelnöktől, egy 8 órás vita előzte meg azt, hogy aztán ő nem vett részt ezen a szavazáson. Szerinted diplomáciai szemmel ez egy jó döntés volt, hogy így oldotta meg ezt a feszültséget? Ha ezt, nem a mi, ha ezt nem a magyar miniszterelnök tette volna, amit tett, akkor szerintem erről esett tanulmányok lennének Oxfordban vagy a Harvard Kennedy Schoolban. Ez egy olyan zseniális diplomáciai huszárvágás volt, hogy utaljak Orbán Balázsnak a múlt héten megjelent könyv címére is, amit én nem láttam sem a diplomáciai gyakorlatomban, sem amióta tanítom a diplomáciát, hiszen a 26 ország ő akarata teljesült, de Orbán Viktor azt mondta, hogy ti majd ezt látni fogjátok, vagy ha nem mondta, akkor is látni fogják a tagállamok, akár két év múlva, három-öt tíz év múlva, hogy ez jó döntés volt vagy nem, de az biztos, hogy jelenleg Ukrajna nem képes megfelelni ezeknek a feltételeknek, és ehhez nem adta a magyar felhatalmazás alapján Magyarország ilyenét ehhez a közösséghez. Viszont nem lehet azt mondani, hogy Orbán Viktor blokkolja 26 tagállamnak a legfelsőbb szintű politikai, még ha elvi, akkor is elvi döntését, ami megint egy nagyon komoly alapot adhatna, Európai partnereinknek és az Európai Bizottság vezetőinek is, hogy megint elkezdjék zsarolni Magyarországot, nem adok tippeket, akár több milliárd euróval, akár bármilyen eljárás be lebegtetésével, hogy majd most megkapják a magyarok. Szerintem ez volt a legfinomabb, legelegánsabb, mondhatjuk legdiplomatikusabb megoldás. És egy kérdésem lenne az EU-val kapcsolatban, mert ugye te is folyamatosan hangoztattad, hogy, hogy ugye nem, tehát, hogy a nemzetközi szabályoknak nem felel meg az, hogy Ukrajnát csatlakoztatni akarják. Most azért te is láttad, hogy azért amit akar az Európai Unió, akármilyen alapszabályokat rúg fel, akkor is lenyomja a torkán a tagállamoknak. Szóval mire számíthatunk így a jövőt illetően az Európai Unióval kapcsolatban? Mert most úgy tűnik, hogy azért itt, itt nagyon elgörült. A gyógyszer, és nagyon következetesen csinálják ezt a. Következetes, politikát. de gondoljunk bele, hogy a politikusoknak, államkormányfőkről beszélünk, a politikai túléléséhez is szükség van Ukrajna további támogatásához. Nem mondhatják azt, hogy hölgyeim és uraim, nézzünk szembe a tényekkel, tévedtünk, <laughs> tévedtünk, rossz lóra tettünk, nagyon humanitárius volt támogatni, a De ti, szerinted ez a nem ti lenne adó forintotokból, a ti eurótatokból, ők nem nőttek fel ehhez ahogy az Egyesült Államok vezetése sem tud szembenézni azzal, amit 2022. február vége óta mi sejtünk, van, aki tudja is, hogy nem lehet Oroszországot legyőzni ebben a háborúban, és teljesen értelmetlenül halnak meg hivatásos katonák is ukrán részről, besorozott katonák is, önkéntesek, mert ez az ország most sem független, és nem is tudjuk, hogy hogyan lesz független politikailag, gazdaságilag. Említetted Oroszországot, ugye Putyinnak volt egy négy órás, egy ilyen sajtókonferenciának nevezhetnénk, hogy nem tudom, minek nevezzük, egy ilyen beszélgetés. Hát ez a félig eltemetett Putyin, azt néztem, hogy egész jól tartja magát, olyan fiatalos is volt, nem tudom, hogy dublőr volt-e ott helyette, nem gondolnám. Ugye sok kritika érte, hogy ez nagyon össze volt rakva, egy nagyon szimpadias dologról beszélünk. Én egy, mit egy órát láttam belőle körülbelül, valóban. Csak felteszem a kérdést, hogy csak Amerikának lehet szimpadias dolgokat összerakni, Oroszországnak nem, mert akkor már is valami probléma van Putyinnal? Ismerjük a kettős mércét. Ne felejtsük el, hogy Oroszország szerepe a háború előtt mennyire fontos volt a nyugat szerint is a nemzetközi politikában és a nemzetközi gazdaságban, csak azért, mert a nyugat próbálja elszigetelni az orosz politikai vezetés, sőt, elsősorban mondjuk Putyin, de ugyanúgy Lavrovot, pont a világ nagyon nagy részének meg szorosabbak lettek a gazdasági, kétoldalú politikai, geopolitikai, biztonságpolitikai kapcsolataik. Na azt gondolom, hogy egy ekkora nagyhatalomtól elvárható, hogy igenis készülnek, főleg egy olyan nemzetközi sajtótájékoztatóra, ami 2022. február óta az első alkalom volt. Ráadásul nagyon fontos, és szerintem ez is lehetett az egyik apropója, hogy 2024 márciusában Oroszország is választott azt, ahogy majd később mi is választunk az Európai Parlamentbe, Magyarországon lesz még önkormányzati, sőt, novemberben az Egyesült Államok. De ha már bele Kezdtem ebbe a nagy választási körképbe, a világ legnépesebb országa, India is választani fog. Ez nem csak a nemzetközi kapcsolatok rezdülései miatt érdekes, és azoknak a hallgatóknak, akik követik az eseményeket. Ezek a nemzetközi események igenis kifognak hatni a mi mindennapi életünkre, hogy mi hogy élünk Magyarországon, és milyen gazdasági környezet vesz minket körbe. Majd beszéljünk a tartalmi részről, és csak említetted a választást. Ugye Putyin beszélt arról, hogy, hogy társadalmi egység van Oroszországban. Ezt mennyire hihetjük el? Mert azért nyilván az ember nem veszi azt készpénznek, ami ott elhangzott, de azért Elég korrekt volt szerintem, amikről így beszélt. Tehát nem, nem azt érezte az ember, hogy egy diktátor, akinek meg van festve minden körülötte, nyilván azért úgy óvatosan hallgatja az ember. Szerinted ez mennyire lehet igaz, hogy mondjuk Putyinak tényleg van társadalmi támogatottsága? Biztos, hogy van. Oroszország nem Szentpétervár és Moszkva. Tehát nem a nagyvárosok... Értelmiségi, ellenzéki körei fogják egyszer majd, ha úgy döntenek nem szavazni Putyinra, én azt gondolom, hogy ez a társadalmi támogatás, ami van, elsősorban a vidéki Oroszországból származik, ami ugyanolyan stabil, mint a háború előtt, sőt, biztos vagyok benne, hogy vannak olyan tartományok, ahol a népszerűsége még erősödött is. Természetesen ettől még. Vele lehet kötni bizonyos demokratikus intézményekbe, biztos, hogy a közösségi média sem olyan szabad, mint Magyarországon a háború kifejezést, emlékezhetnek a nézőink, nem is lehetett használni, csak a különleges hadművelet kifejezést lehetett használni. Biztos, hogy más a megítélés, ahogy mondtam, a nagyvárosokban, de ez jellemző Európában, sőt, még Budapesten is más. Például a kormány, a magyar kormány megítélése egy teljesen demokratikus kormányi, vagy más Isztambulban erdogáni. Jellemzően a fővárosok egyébként korábban Lengyelországban, Varsóban is ellenzéki volt, de a vidéknek az egységébe nehezen, bele, nehezen lehetne belekötni Oroszország és Putyin népszerűsége szempontjából is. Említetted a stabilitás szót, ugye ő is azért elég hosszan beszélt a gazdaságról. Ezt esetleg össze tudjuk foglalni pár mondatban, hogy mit is mondott? Igen, mert... az orosz elnök azt mondta, hogy a nyugat nem érte el a célját. A nyugatnak talán a legnagyobb pofon, amit kaphatott az orosz-ukrán háború kapcsán, hogy 2022. április-májusában azt gondolták, hogy az orosz gazdaság térdre fog rogyni hiszen a legnagyobb energia beszállítója az Európai Unió tagállamainak, és hogyha ezeket a piacokat mesterségesen, akár az Európai Unió gazdaságának a versenyképességének a csökkentésével levágják, azt mondja von der Leyen Scholznak, vagy azt mondja Macronnak, hogy fiúk, se olaj, se gáz, szerencsére a gázszankció nem valósult meg, látni fogjátok, hogy mi kibírjuk, mi túléljük, majd mi kapunk új forrásokat az Egyesült Államoktól, Katartól, egyik sem valósult meg, vagy nem úgy, de Oroszország térre fog rogyni. Hát ez nem valósult meg, hiszen az első fél évben, 2022-ről beszélek, akkora árbevétel tudott elérni Oroszország, mint a háborút megelőző egész éves időszakban, ez elsősorban pont a nemzetközi politikának és a szankciós politikának köszönhető, és maga a háborúnak köszönhetően olyan szinten elszálltak a nemzetközi gáz és olajárak, hogy sokkal kevesebb mennyiségnél ugyanakkor a árbevétel tudott elérni Oroszország, majd megerősítette a keleti, kapcsolatait, de elsősorban Indiára és Kínára kell gondolnunk, hiszen az Európai Unió tagállamai a mai napig megveszik Indiából az orosz olajat, csak Indiában finomítják. És a pénzügyi, az első, talán emlékeznek a hallgatóink, az első, hogy Oroszországot kivezették az úgynevezett SWIFT rendszerből, a nyugati pénzügyi átutalások rendszeréből, nem bénult meg az orosz bankrendszer. Ez volt az első nagy meglepetés, majd hangsúlyozom utána az energiahordozók, ugye 12 különböző szankciós csomagot fogadott el az Európai Unió vezetése az Egyesült Államok támogatásával, de nem úgy álltak be az országok, például a Latin Amerika egyáltalán nem nagy pofon volt a nyugatnak, India, de beszéltünk dél ázsiáról a közel 300 milliós Indonézia sem támogatta ezeket a szankciókat, Törökországot folyamatosan kérte az Egyesült Államok, Törökország sem támogatta a szankciókat, és egyre inkább ebben a válságban, ebben a gazdasági válságban, ahol az energiahordozóknak sokkal fontosabb lett a beszerzése, meg tudta találni azokat a piacokat. Itt Oroszország, és ugyanúgy tudta támogatni gazdaságilag a háborút, és ez egy óriási ballépése volt az Európai Uniónak. Ma már tudjuk, 2023. decemberében, hogy több ö, nagyobb kárt okozott a mi országainknak, az Európai Unió versenyképességének, mint Oroszországnak. Más hitelességi, reputációs válság van Oroszországban, politikai elszigetelődés is van Oroszországgal szemben, de az a gazdasági térdre kényszerítés megbukott. Igen. Ez volt a legfontosabb, amit Putyin kiemelt, emellett bejelentette, hogy márciusban indul a, az elnöki pozíció, és azt is mondta, hogy 2030-ig szeretné betölteni, egy nagyon együttműködő hangot ütött meg. Kérdezték a Oroszország és az Egyesült Államok viszonyáról. Putyin elnök elmondta, hogy nyitott. Sőt, speciálisan... Most kör... nincsenek rossz szándékai. Így van, hát a New York Times újságírója kérdezhette, tehát valóban nem egy diktátor ült ott, Franciaországgal kapcsolatban pedig nem leplezte csalódottságát, hiszen elmondta, hogy a háború kirobbanása előtt, sőt, még amikor elindult a művelet akkor is még napi rendszerességgel tárgyalt Macron elnökkel. Majd Macron újraválasztása után tulajdonképpen Franciaország megszüntette a napi politikai diskurzust, sőt, még a gazdasági kapcsolatok egy részét is. Nem mindent, azért nagyon fontos. De Oroszország nyitott, hogy újra felvegye Franciaországgal a kapcsolatokat, akár nyitott egy Macron-Putyin találkozóra is. Ukrajnával kapcsolatban kifejtette, hogy nyitottak a háború befejezésére, természetesen nem azok a pontok alapján, amit mondjuk Genfben vagy Svájc más, más városában, azt, hogy Genfben szeretne Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök megtárgyalni, az ő tíz pontja alapján, amiben nulla kompromisszum van, az elmúlt évekhez képest, sőt 2014-hez képest is így nehéz lesz majd közeledni. De azt gondolom, hogy a nemzetközi politika és a nemzetközi közösség felé mutatott egy elég stabil, egy elég erős nyitási szándékot az orosz elnök ebben a közel négy órás sajtótájékoztatóján. Szerinted leszítottság a másik oldalon is? Ha politikai váltás lesz, lesz. Hogyha az Egyesült Államokban más elnök lesz, lehet, hogyha az Európai Bizottságnak egy másik elnöke lesz, akkor igen. Meg kell tanulnunk együtt élni a nagyhatalmakkal. Meg kell tanulnunk elfogadni a nagyhatalmaknak az érzékenységét. Legyen az az Egyesült Államok, legyen az Kína, legyen az Oroszország, vagy egyre inkább az asztalhoz széket húzó India például. Meg kell tanulnunk elfogadni, hogy számukra vannak tabu kérdések, legyen az Taiwan, legyen az Ukrajna, vagy az Egyesült Államoknak is van valószínű egy százas listája, amiről nem nagyon szeretne tárgyalni, hiszen számukra teljesen természetes. Meg kell tanulni a nagyhatalmaknak együttműködni, mert a világ annyira összekapcsolódott gazdaságilag, geopolitikailag is, hogy egy viszonylagos egységes béke érdekében és egy gazdasági növekedés érdekében nem lehet tömböket alakítani. Hát meg kellett tanulni már mindenkinek a hidegháborúból és az elmúlt évek háborúiból is, hogy a szankciós politika nem működik, a fekete kereskedelem fog jól járni, aki kiátszották az Irán elleni szankciókat, akár a Kuba elleni szankciókat, vagy most Oroszország elleni szankciók. Igen, itt ugye azért nagyon két markáns irány van. Tehát, hogyha meg tudunk tanulni együtt élni, akkor, akkor egy nagyon klassz világ is létrejöhet. Ha viszont keménykedik a, a keménykednek a felek, akkor viszont nagyon nagy katasztrófa is kisülhet ebből az egész. Igen, ezért van felelőssége mindannyiunknak, a választópolgároknak. Tehát ez a szép a demokratikus országokban, hogy bármikor úgy dönthetünk, hogy ne Joe vezesse az Egyesült Államokat, hanem Donald vezesse. Mondhatják ezt az amerikaiak, de mondhatják az európai polgárok is, hogy egy más nemzetiségű, más ideológiai, más politikában Hívő, vezető vezesse az Európai Bizottságot, igazából nem vezetni kellene Európát, hanem a mi európai polgárok érdekét képviselni. Na hát számos ö, téma volt még, amit én esetleg még kiemelnék, az ö, az izraeli gázai konfliktus, ugye a közelkeleti. már csak azért is, mert hogy azért... A Putin beszédben? Igen, mert ugye ebben ugye más az álláspont. Igen. Egyébként apropó, ugye Orbán Viktor is szóba került, és Igen. ugye elmondta Putin, hogy Orbán Viktor nem orosz barát, hanem ő nemzetbarát. Így van. A, saját nemzetének, a saját nemzetének az érdekét, érdekét, a, az érdekét amikor Ukrajna-Európai Uniós csatlakozása kapcsán kérdezte egy újságíró, hogy mi a vélemény arról, hogy Orbán Viktor nem támogatja Ukrajna-Európai Uniós csatlakozását, hogy orosz barátnak tartja És Vladimir Putyin feketén-fehéren elmondta, hogy nem orosz barát, hanem a magyar nemzeti érdeknek nem felel meg, hogy Ukrajna csatlakozza. Igen, itt mondjuk van azért egy. egy... Véleménykülönbség, hogy fogalmazzunk. Így ugye Orbán, Viktor Magyarország is úgy néz ki, hogy azért Izrael barát, bár ugye most az ENSZ közgyűlésen talán tartózkodott a, a szavazat, vagy hát a, a Izrael melletti kiállással kapcsolatban, de minden esetre Putyin, mintha a másik oldalra tendálna. Szerintem Oroszország, ha most nem Ukrajnával lenne elfoglalva, még közvetíthetne is. Hiszen ne felejtsük el, hogy Izraelben az orosz nyelv a harmadik legfontosabb nyelv az izraeli, az arab után, és nagyon komolyak a két oldalú kapcsolatok. Nem mindig felhőtlen Oroszország és Izrael kapcsolata, de egy nagyon fontos stratégiai Oroszország esetében nemzetpolitikai kapcsolat az izraeli kapcsolat. Putin azt mondta ebben a négy órás beszédében, nem beszéd volt ez a sajtótájékoztatóban, hogy Ukrajna nem a gázai vezet, és ami történt izrael az megbocsáthatatlan és elfogadhatatlan, az a terrortámadás. Itt hasonlóan mondjuk Törökországhoz, vagy Oroszország is, amiben vitázik a nyugattal, vagy akár vitázhatna Magyarországgal, hogy a válaszcsapásnak a mértéke vajon mennyire megfelel, vagy vajon mennyire nem. Ez egy nagyon nehéz kérdés, főleg azok után, amiket láttunk, hogy egy közvetlen a civil lakosság ellen célzott támadásra, vajon milyen humán.